Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre megint itt van velem a barátom Bence. Sziasztok! És ez egy olyan sorozat lesz, amit nagyon régóta vártok, és nyaggattok. Én is régóta várom. Ezt valamiért nem hiszem. De én nagyon örülök neki. Ennek a sorozatnak annyi lenne a lényege, hogy Bence megtanul sminkelni, ezzel bebizonyítva, hogyha egy olyan fiú, akinek soha semmi köze nem volt a sminkhez, meg tud tanulni sminkelni, akkor ti is képesek vagytok rá, csak gyakorlásra van szükség. Pontosan. Egyébként nem is minimális szinten, így középfokon érdekel is a dolog, úgyhogy egy picit azért vártam ezt a sorozatot, köszönöm a meghívást, és remélem akkor, hogy jól fog menni, és meg fogom tanulni igazából. Nekem csak az alapozókkal volt bármilyenféle kapcsolatom, de az is olyan minimális, hogy azért a 4 évvel ezelőtti videóimban látszik, hogy ott még nem nagyon tudtam, hogy mit jelent az, hogy más szintónusú alapozót használsz, de igen. Még mielőtt elkezdenénk a videót, szeretném nektek elmondani, hogy holnap egy hatalmas napra fogunk felkelni, ugyanis holnap elkezdődik a Brodapest 3. évada. Hogyha nem láttátok volna az előzetest, akkor csekkoljátok le, mert szerintem baromi jó lett. Holnapi napon vasárnap 14 órától az első rész fent is lesz, a 3. évad első része. Egyébként megint premierbe lesz? Live-ba, ezt akartam mondani. Ez az, akkor ott leszünk, annyira imádom látni az élő reakciókat, amikor elkezdődnek a részek, hogy én ennek kifejezetten örülök. És ezen kívül, hogyha nem láttátok volna Bencének az előző videóit, akkor azt keresétek az ő csatornáján, az utolsó 2-t lerakom nektek a leírásba is, és az enyémek is ott lesznek, azokat pedig az én csatornámon keresétek. És akkor vágjunk bele! Jó. Oké, felkészültem csak, hogy... Oké. Azt ugye te is tudod, hogyha kiszoktalak sminkelni, tehát hogy alapozót szoktam rátenni, nagyon fontos, hogy a bőrötök egy szintbe legyen, ne legyenek rajta igazából ilyen kis száradt bőrdarabok, hidratált legyen a bőröd, meg stb. Ezzel tisztában vagyunk. Igen. Habár nem hidratált a bőröm, sajnos. Nekem például. Jelenleg igen. Nem, de igen. Hogyha egyébként részletesebben kíváncsiak vagytok az alapozásra, akkor van erről is egy videóm, úgyhogy azt csekkoljátok le. Most csak az applikálással fogunk foglalkozni, azzal, hogy hogy választjuk ki bőrtípusnak megfelelően, vagy színnek megfelelően, most nem lesz róla szó, azt meg tudjátok nézni a videómban. Tehát az arcom egyébként hidratálva van, úgyhogy a következő lépésünk lesz egy primer. A primer azért van, nagyon sok fajta primer létezik, viszont összességében azért felelnek, hogy a sminked egyenletesebb és tartósabb legyen. Tehát mit tudom én, hogyha egy alapozó bír 4 órát, raksz primert, akkor 6 órát is tökéletesen fent lehet például. Jó. Ezt a primert fogjuk ma használni, ez egy Karaja Fitolift, ez egy mattító primer. Ó, nagyon ügyes vagy. Sminkguru lettem! Nagyon sokféleképpen vihettek fel egyébként primert az arcotokra, ecsettel, szivacssal, kézzel, kinek hogy áll jobban egyébként kézre. Szerintem mi most a sima kézzel való felvételt fogjuk eljátszani. Szerintem úgy a legcélszerűbb, hogyha nyomsz ki a kezedre egy pumpát, és a két középső ujjaddal, amit egyébként kozmetikus ujjnak is hívnak, ezzel a kettővel szépen elkezded felcsapkodni az arcomra. Ennyi? Egy pumpa? Hát rakjál még egyet, mert... Jó, így jó lesz. Ezt megfogom. De hideg. Okay. És ezzel, akkor a kettő... ezzel a két ujjad, ez a kettő ujjad a leggyengédebb, úgyhogy ezzel szépen egyenletesen elkezded eloszlatni. A primerek általában gyorsan beszívódnak, úgyhogy viszonylag gyorsan kell velük dolgozni. Alapvetően ez csak így beívódik a bőrödbe? És mitől maradt tovább fenn a smink? Hát a primernek az összetevőitől. Aha. Kiegyenlíti a bőrfelszínedet, hogyha hidratálósat veszel, akkor hidratál, hogyha ilyen mattítósat, akkor a fagyú termelődést fogja egy kicsit vissza. Van olyan, ami a pórusokat, hát csúnya szó ez, hogy tömíti el, de végül is azt csinálja, hogy eltömíti egy kicsit a pórusokat, és így ugye egy egyenletesebb bőrfelszínt eredményez. Oké, egy picit besegítek, mert máson nagyon nehéz egyébként, nem szeretem én se felkenni. Szemhéjat egyébként nem feltétlen kell, de hogyha szeretnétek, akkor tökéletesen mehet az is. Fogd csak meg így. Érzed, hogy ilyen teki? Érzem. Kicsit ilyen ragacsos, jobban hozzá tud így
kötődni az alapozó. Az alapozónk a Karajász Kim Velvet alapozó lesz. Azt hiszem, hogy hármas árnyalat. Jaj, te ezt nagyon élvezed, hogy mutogathatod, ugye? Igen, a saját csatornámon ilyeneket nem csináltam, amúgy hülye vagyok. Okay. Ez a hármas árnyalat jelenleg egyébként önbarnító van rajtam, így látjátok is, hogy a nyakam kicsit sötétebb, a kezemen kicsit tovább maradt rajta, mint kellett volna, meg szárazabb, szóval a kezem hülyén néz ki, édesanyja reggel meg is jegyezte, de ez az alapozó most nekünk teljesen jó lesz, és van egy benedvesített beauty blenderünk, bocsánat, még mielőtt hozzákezdenél. Nagyon sokan kérdezitek tényleg, hogy mivel szoktam takarítani a beauty blendereket, hogy alapvetően nagyon tiszták, és életemben először megvettem az eredeti beauty blenderhez tartozó szappant. Soha nem gondoltam volna, hogy jelentős különbséget jelent, hogyha a saját szappanát használod, de ha van lehetőségetek, akkor próbáljátok ki, mert az ecseteimet is 50-szer gyorsabban ki tudom takarítani, és a szivacsból is olyan régi alapozó darabokat szed ki, vagy hát ilyen foltokat, amit mással nem tudtam eddig soha. Hát még emlékszem, amikor még nem volt ilyen, de akkor a ipari mosogatások voltak, itt megnyílt mosómas a mosodája, és akkor Rebeka egy tálba. Elmondanám nektek, hogy ezt a mennyiségű ecsetet, meg három beauty blender 10 perc alatt sikerült elmosnom Erdélybe egy nagyon kicsi csapnál ezzel, ami normál esetben egyébként sokkal tovább tart, mert nem tudom, háromszor bele kell mártani mondjuk egy ilyen nagy ecsetet a szappamba, hogy ki tudjam szedni belőle az elszíneződést. Teljesen mindegy. Szóval. Itt van az alapozónk. Alapozóból én általában úgy szoktam csinálni, nem a legjobb szokás, jó lenne, hogyha valami steril üveglapon, vagy valami olyasmin tárolnánk a sminket, amit az arcunkra teszünk, viszont én ezt is a kezemre szoktam ráhúzni. És ennek miért ilyen a vége? Ennek spatula vége van, azért, hogy ha elkezd kifogyni, akkor ezzel tök jól ki tudod szedni igazából bárhonnan. Ja. Rengetegféle alapozó applikátor létezik, ez pipettás, van pumpás. Tudom, azért mondom, mert többféle van, ilyet még sose láttam. Igen. Okay. Igen? Az én kezemre akkor szeretnéd rakni? Nem, kirakom az anyagot. És így ennyi elég, gondolom, bőven. Hát figyelj, az egyik oldalát húzd le, mert hogy a kezedre. Igen, így. Mehet szerintem a másik is. Oké. Okay. Tedd vissza az izét, nem is feltétlen kell rátekerni, mert nem tudjuk, hogy elég lesz-e. Megfogod az alapozó, vagy mi ez a szivacsot Beauty a kezembe. Blender. Igen. És elkezded egy picit így belepacsmagolni. Konkrétan a sűrűbb részére is mehetek, vagy csak? Aha, mehetsz, úgy fedd be. Oké, okay. Jó. És akkor elkezded, kinézel magadnak egy pontot, és onnantól elindulsz körbe. És a lényeg innen az, hogy ha mondjuk kinézed az arcomat, akkor először azt fogod eldolgozni, de hogyha úgy kényelmesebbnek érzed, akkor elosztod nagyjából egyenlően az alapozót, és aztán szépen így részenként haladsz. A lényeg annyi, igen. Egy nagyon fontos dolog van, ne maradjanak éles vonalak, és ne legyen foltos. Ütögetni kell, ezt megtanultam Rebekától. Ezt nem is mondtam, mert olyan profi vagy, hogy ezt már tudod. Elosztom olyan három fel, elosztom ahogy három fel, és akkor ez csak igazából így, aha, így, igen, így. Szuper, igen. Készen vagyunk. Ez lenne az. És nem kell félni, tehát hogy nyugodtan, nem mondom, hogy erősen, de hogy szinte így nyomogasd bele az arcba, tehát hogy ne félj, nem fáj. Szemednél picit félek, ott óvatosabban csinálom majd. Jó, majd ezt mindjárt megmutatom, hogy ott belül, igen, itt a szem saroknál úgy a legcélszerűbb, nézd csak, hogyha így bemész, aha, érted? És aztán, hogyha készen vagy, és úgy érzed, hogy valahol egy kicsit több maradt, mint kellene, vagy bármi ilyesmi, akkor a tiszta részével a beauty blendernek el tudod dolgozni. A füledre is menjek most, vagy most nem? Most nem kell, de egyébként fontos nagyon, hogy a füleket azt összeszínezzük végül is az arcnak a többi részével, mert nagyon hülyén tud kinézni, amikor elüt a füled. Jó, meg vagyok az egyik felével, majd Rebeka megnézi, az kb. Így néz ki. Egyébként, ami miatt jó, hogy most önbarnítós vagyok, és az arcom világosabb, mint az alapozó jelenleg, mert fogom látni, hogy mit csinál. Ó, wow!
Jó. Nagyon szép. Milyen érzés, hogy most nem poénból csinálod, mint a... Jó, amúgy, tehát így is készültem rá. Tehát, hogy videóval. Egy picit... tudtam, hogy ezt most komolyan szeretném, meg kell is csinálni, úgyhogy teljes rendben van, viszont nem elég. Akkor vegyél még. Először egyébként lehet, hogy így nem áll a kezedre, viszont nagyon gyorsan rá fogsz jönni, hogy mennyi alapozó, melyik oldalával esik jobban a Beauty Blendernek. Én jobban szeretem a tojásnak az oldalával csinálni, inkább a hegye oldala részével. Úgy csinálom most én. Van, aki jobban szereti az aljával csinálni az arcot, tehát így... Ezek ilyen... ki mit szeret jobban dolgok. Jó. Nézd ide. Lassan. Igen, lassan. Jó, álkapos csontig mentem. Úgyhogy nézd meg, hogy... Én azt mondom, hogy csináld meg végig, és aztán csekkolok. Menjek le? Aha, a felét láttam. Nézd csak, addig menj le, hogy ha mondjuk szemből lát engem valaki, és nem látja az államot, akkor itt ne legyen nagy különbség, érted? Vagy hát a tokámat. Idáig körülbelül mondjuk úgy illik. Nem azt mondom, hogy 100%-osan, tehát hogy nem kell ugyanaz a fedés, csak hogy színben jelenleg nem üt el, mert ez egy tökéletes meccs egyébként, ez az alapozó az önbarnítóval. De a lényeg az, hogy ne üssön el színbe. És egyébként én elárulom magam, a nyakamon nem mindig szoktam így ütögetni, van, hogy csak lehúzgálom, ahogy lehet, hogy itt kényelmesebb így, lehet, hogy nem. Done. De? Szerintem készen vagyok, én úgy érzem, hogy talán jó, de hát először csinálom így pláne másnak, úgyhogy remélem, hogy... Ez konkrétan... Tényleg jó? Egy valamit mondok, ami nem édesem, hogy tartod a kezed, minden alapozós lett, ugye? Egy valamire figyelj oda, a hajam, tudom, hogy nem akartad összekenni a hajam, de itt például, hová? Hajvonal. Jut is, marad is. Hajvonalnál nyugodtan. Aha, jó. Oké, csak tényleg nem akartam, hogy nem tudtam, hogy most így a hajadba bele kell menni. Nézd csak meg a két oldalt. Értem. Hát igen, igen. És az utolsó dolog, ami még az alapozáshoz esetleg hozzátartozhat... Az nem más, mint az esőcseppek a végén. Nem, az nem most van még. Az ja, az a smink sok... végére igen. Van. De buta vagyok! Pedig szeretnél esőcseppezni, ugye? Igen. Az a kedvenced. Látod, hogy van itt egy-két pattanásom, amire van két lehetőség. Vagy az alapozóból elkezdtek második réteget felvinni, és csak azzal raktok rá, vagy hogyha van olyan korrektorotok, ami ugyanolyan színű, mint a bőrötök, akkor csak pont oda pöttyintek egyet. És eldolgozod? És ennyi? Aha. És mondjuk ez pár helyen kicsit sötétebb, de csak abba az egy pontba. Úgy. Lifehack. Hát jó, de ez most sötétebb. Egy picit, de az most nem baj. De a lényeget értjük. Egy nagyon picit tényleg sötétebbet vettem, de... Ezt mondom. De egyébként jó. Tényleg elfedi. És akkor... Ennyi az alapozó része? Az alapozó része ennyi. A következő rész lesz majd a korrektor és kontúr. Jó. Hát ott jön a lehető, hogy... szerintem ott kezdődik. Igen, amikor igazából megpróbálom neked elmagyarázni azt, hogy mire használunk világosabb és sötétebb színeket az arcon, hogy fotokompatibilisebbé tegyük magunkat. Hoppáré. Nagyon várom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél az első tanórán. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Szurkoljatok Bencének, nagyon ügyes volt. Támogassátok, köszönöm. Bátorítsátok, hogy véletlen se akarja abba hagyni ezt a sorozatot, mert nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És
Bencére is iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Az Instánk lent van a leírásban, ott és is kövessetek, Broda. Hogyha nem követtek még. Holnap érkezik a Brodapestnek az első része. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!